Üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy Behringer X-Touch One DAW, azaz Digital Audio Workstation Controllert fogunk kicsomagolni. Nem találtam a neten magyar nyelvű videót róla, így gondoltam, gyorsan megcsinálom. A működéséről is fogok csinálni, de most érkezett frissen, úgyhogy most először kicsomagoljuk, hogy mi is van. Nézzük csak, maga a gép jelenleg, azaz most 2019-ben 129 eurót képvisel, tehát annyiért rendeltem egy osztrák zenei oldalról, zenei webshopról. Magyarországon is találtam, például a Headspace-ben is azt hiszem 1 vagy 2000 forinttal jön ki drágábbra, viszont ez magyar garanciás, úgyhogy aki Magyarországon nézi ezt a videót, jobban ajánlom, hogy onnan rendeljen, de én nekem igazából ez teljesen mindegy volt, csak hogy jöjjön meg, úgyhogy én innen rendeltem. Na nézzük, bontsuk is ki. Honnan nyílik? Ezt még nem néztem. Oké. Rögtön fogad minket egy Behringer matrica, illetve a leírás. Utána vannak ezek a kis lapkák, ezek a kis templétek, amik arra a célra szolgálnak, hogy ha különböző szoftverekkel használjuk őket, akkor a hozzájuk lévő kis feliratok meglegyenek, hasonlóképp, mint amikor felcímkézzük egy papírral a dolgokat. Én Logic-kal fogom használni, úgyhogy meg is nézzük, hogy van-e benne, bár tudom, hogy van benne igazából. Szerintem mi van hozzá? MIDI per Rail, Pro Tools, Hui, ezt nem ismerem, Waveform, Reaper, Studio One, Logic, hát ez fejre is teszem, ezt kell, én fog felragasztom, Cubase, Live, gondolom ez az Ableton Live lesz, User, ezt szerintem így saját magadnak írkálhatod meg. Ezeket nem tudom, ezek a fehérek, ezek szerintem mind olyanok, hogy saját magadnak tudod írni, de erre hipót nem innék azért. Továbbá van itt egy hát nyomtató kábel, vagy hogy is szokták mondani, ez a kockásabb régi USB kábel, illetve szerintem ő lesz a tápunk. Igen, európai csatlakozóval érkezett, egy ilyen DC-s kábel. Na és akkor nézzük magát a gépet. Masszív darab egyébként. Ugye rajta van 9 volt 1700 milliamperes az áramellátás. Egy csatlakozó, egy USB hub, szóval még ugyan elfoglal a gépünkből egy USB memetet, de kettő olyan eszközt, ami esetleg nem igényli, hogy annyira gyors átvitel legyen, mint mondjuk egy MIDI controller. Rá tudunk kötni, tehát egy egér, vagy egy billentyűzet, vagy valami hasonló dolog, ami tényleg nem lényeges, hogy annyira gyorsan működjön, mint az adat átvitel, azt nyugodtan ráköthetjük. Tehát egyet elvesz a gépünktől, de kettőt ad, vagyis hát egy pluszt, hogyha úgy számoljuk. Azt mondja, USB MIDI, itt nyilván az adat átvitel, a foot switch, róla fogalmam sincs, hogy mi. Na nézzük, és akkor itt van maga a készülék előlapja. Igazából erről olyan túl sok mindent nem akarok elmondani, majd inkább használat közben, viszont azt megnézzük, hogy... Elég érdekesen mozog a jogtárcsa. Ugyan benne van ez a kis rezgés, hogy elfordított, hogy hány részt fordítasz, de
Nem mondanám kifejezetten kör alakúnak, szóval úgy látszik is, ahogy forgatom, hogy nem az igazi egyébként. Na mindegy, illetve a féder. Azt hittem, hogy egy kicsit keményebb lesz, bár lehet, hogyha áram alatt lesz és a motor rajta lesz, de így azért elég laza a mozgása. Hát ez se. Elég fura. Kicsit másra számítottam ilyen téren, de azért azt tudni kell, hogy ez nem egy drága értékű készülék, a céljának valószínűleg biztosan eleget fog tenni. A következő videóban meg is nézzük súlyra egyébként. Hát nem tudom, szerintem egy kiló körül van, vagy lehet, hogy több, mindjárt a dobozon megnézzük, hogy mit írnak. Ha írják... 1,5 kg. Itt, hogyha valaki ezt el akarja ezeket olvasgatni, megmutatom ezt is. Így. Na, egyelőre ennyire gondoltam, és akkor majd a használattáról majd egy következő